Az öttagú Fidesz képviselőcsoport kezdeményezésére hívta össze Szabó Tamás Ercsi város polgármestere rendkívüli ülésre a városképviselő testületét július 8-ára. Hosszú ideje nem tudtunk ülésezni, amelyben a pandémia időszakának a korlátai korlátozta bennünket. Viszont a júliusi időszak pedig az SMS-ünk és egyéb más határozataink, illetve hát a munkarendünk alapján viszont nem ülésezési időszak. Ennek ellenére volt egy kérése a Fidesz frakciónak, amelyben szeretett volna egy-két dolgot megbeszélni az elmúlt 3,5 hónapos időszaknak a dolgairól, és én azt elolvasva így szeretném indítványozni a mai napra, hogy akkor egy kezdeti ülésen ezeket a dolgokat tekintsük át abban az olvasatban, amelyben kiment. Remélem mindenki megkapta az írásos elkívót és vele együtt a írásos előterjesztéseimet. A polgármester úrtól megtudtuk, hogy ő nem tervezett soron kívüli ülést, csak az augusztus 25-i tervezett rendes ülésünket kívánta volna megtartani. Én azt gondolom, hogy sok mindenről kell beszélnünk, hiszen hosszú volt ez az időszak, és ő egy személyben hozta meg ezeket a döntéseket. Képviselő társaimmal kezdeményeztük az ülést, és meghatároztuk azokat a napirendi pontokat is, amiket javasoltunk tárgyalni. Ezek közül az első az volt, hogy polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzetben hozott határozatairól, rendeletmódosításairól. Másodikként megjelöltük a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri hatáskörben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata és szükség esetén utólagos jóváhagyása vagy hatályon kívül helyezése napirendi pontot. Azon kívül harmadikként megneveztük az alpolgármesteri beszámolót, amit a megválasztásától végzett feladatokról szerettünk volna meghallgatni. Én úgy gondoltam és gondolom most is, hogy a meghozott döntéseim azok mind a legjobb tudásom és akaratom és a város érdekében születtek meg, és ezeket a döntéseket magam részéről most sem tudom másképpen végiggondolni, csak úgy, hogy ha a tisztelt képviselő testület tagjai közül valaki elmondta volna pontosan, hogy mely az a határozat, mely az a pont, amely a rendeletek módosítása vagy rendeletek megalkotásánál törvénytelen, hiányos vagy nem megfelelő, akkor erről egy előterjesztést meg van a kérdés nekem előkészíteni, mert saját magam munkájára nem tudok egy negatív választ is előkészíteni a megtörtént döntéshez. Nem történt meg egyetlen a pandémia alatt meghozott polgármesteri döntés felülvizsgálata sem, erre most nem volt lehetőség. Szabó Tamás Ercsi város polgármestere ellenben beszámolt részletesen az általa meghozott döntésekről. Fischer Ádám alpolgármester napirenden kívül beszámolt az elmúlt hónapok alatt végzett tevékenységéről. Volt szerencsénk belefolyni a Prisma Juniorral kapcsolatban az ételek minőségének az ellenőrzésébe. Többször megtekintettük a folyamatban lévő beruházások aktuális állapotát. Telefonon egyeztettünk egy pályázatfigyelő társasággal, akinek elmondtuk, hogy milyen pályázatok érdekelnének elsősorban. Személyesen egyeztettünk az Épszer Pannonia Invest épülőüzeméről és a CUNT Faktor nevű Kft.-nél is tartottunk egy látogatást. A testületi ülés hangvétele továbbra sem mondható nyugodtnak, láthatólag a fontos kérdésekben, költségvetési helyzet, pályázatok, a polgármester személye nem sikerült közelebb hozni az álláspontokat. Két nappal korábban ülésezett a Humán Bizottság. Itt a 6 napi rendi pont között a legnagyobb közérdeklődésre talán az ötvös napok Ercsi várossá válásának 20. évfordulójára rendezendő program mutatkozott. Az eddig gondolat csak annyi lenne, hogy azt hiszem, hogy a rajmi népszerűségében soha senkinek nem volt semmi képeje. Tehát, hogy érdemben tudta mindenki. Hogy szponzor találni, egyik oldalon azt gondolom, hogy az idei évvel a legalkalmatlanabb, mert hogy mindenhonnan azt halljuk, hogy örülnek, hogy túlélték a COVID-19-et, mert nem tudják, hogy mit kell a jövőben még túlélni, és mindenki azon küzd, hogy a feje így a víz fölött maradjon, és annyi levegőt kapjon, úgyhogy nem tudom, hogy erre tudnak-e áldozni. Megtudtuk, hogy egy 2017-es pályázat révén sikerül majd gazdagítani a programot, és az Ercsi Rally lehetősége sincs végleg feladva erre az évre.